Egy ötös erőségű földrengés rázta meg Irán délnyugati részét. A földmozgás Bushehr tartományban, a perzsa állam egyetlen atomerőműve közelében péntek hajnalban történt. A teheráni állami televízió közlése szerint a földmozgás nem okozott károkat és személyi sérülés sem történt. A rengés epicentrumát a Perzsa-öböl partján 38 kilométeres mélységben mérték. Az ötös erősségű rengések általában komoly károkkal járnak, de a Bushehri atomerőművet úgy tervezték és építették meg, hogy sokkal erősebb földmozgásnak is ellenálljanak.